Milyen feladatok vannak most? Hát három útvonal van, és a három útvonalon vannak olyan feladatok, amelyek mindhárom útvonalon megtalálhatóak, és vannak olyan útvonalak, amely csak az adott piros, kék, vagy éppen a zöld útvonalon található. Tehát így, ha úgy azért találtuk így ki, hogyha egy iskolából több csapat jön, akkor úgymond élményszerűen el tudják egymásnak mesélni, hogy a másik esetleg milyen olyan feladatot végzett el, amit éppen nekik nem volt a próbatételek sorában. És milyen próbatételek vannak? Hát többféle van, például átkelés a vizesárkon, törököt fogtam, hírek a török hadállásról, Gergő és Vicuska török fogságban, fogolycsere, aknafigyelés, török kém leleplezése fel a várfokra, éjszakai őrjárat, tehát többféle. Hogyan szerepelnek a csapatok, tehát pontokat kapnak? Ezzel az volt a célunk ezzel a játékkal, hogy valóban a nevében is benne van, hogy várjáték, tehát játék és nem verseny. Az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és ráadásul most az idő is a segítségünkre van, és azt gondolom, hogy Egerben ez egy gyönyörű környezet itt a vár, tehát én úgy gondolom, hogy nem kell, hogy versenyt csináljunk ebből. Az a lényeg, hogy jól érezzék magukat, egy jót játszanak együtt, közösen. Idén hány gyerek jött el a várjátékra? 603 gyerek jelentkezett, nagyon sok vidékről, és ez tényleg nagy dolog, hogy én úgy gondolom, hogy a mai világban rászánják az időt, a pénzt, a szülők, a pedagógusok, hogy a gyerekeket behozzák egy ilyen rendezvényre. Szilvásváros, Besenyőtelek, Heves Aranyos, Heves, Felső Tárkány, tehát sorolhatnám még, nagyon sok helyről jöttek be gyerekek erre a játékra. Yeah.